Alapjaiban egyszervezik a román rendőrséget, ezt Katalin Prédójú belügyminiszter jelentette be a május 2 tengerparti településen történt tragédiát követően. A május 2 településen történtek a politikai közigazgatási alapját képezik a román rendőrség átfogó átszervezésének, nyilatkozta hétfő esti sajtótájékoztatóján Kötelin Predójú. A belügyi tárcavezető közölte, a belügyminisztérium és az alárendeltségébe tartozó teljes törvényérvényesítő apparátust át kell alakítani. Bejelentette, hogy felszámolják a teljes Konstanca megyei főkapitányságot és az ország legjobb szakembereinek bevonásával a bűnözés mértékéhez igazított új szervezeti struktúrát hoznak létre. A Konstanca megyei rendőrfőkapitányságot új szervezeti felépítését miniszteri rendelettel fogadják el legtöbb 45 napon belül, amely egy kísérleti tervként indul, és erre alapozzák majd a román rendőrség területi egységeinek átszervezését, hangsúlyozta. Predó a kábítószer hatása alatti gépjárművezetés visszaszorítását célzó jogszabálymódosításokat is indítványoz. Kötelezővé tesszük a drogtesztet a jogosítvány megszerzéséhez vagy megújításához szükséges orvosi vizsgálat elvégzésekor. Kötelezővé tesszük ugyanakkor a az alkohol és a drogtesztet akkor is, ha a járműben pszichoaktív szereket vagy bontott alkoholos üvegeket találnak, illetve ha a gépjárművezetőt korábban is ittas vagy kábítószer hatása alatti vezetésen érték. A belügyminiszter javaslata szerint elkoboznák a járművet, ha drogot találnak benne, vagy ha a sofőrnek pozitív a drogtesztje. Ugyanakkor javasolja az alkohol vagy kábítószer hatása alatti vezetés miatt bevont jogosítvány visszaszerzési határidejének meghosszabbítását a jelenlegi hat hónapról három évre. Mindezek hátterében az áll hogy két fiatal meghalt, hárman pedig megsérültek, amikor egy kábítószer hatása alatt álló 19 éves férfi autójával gyalogosak közé hajtott a 39-es országúton. A gépkocsi vezetőn drogtesztet végeztek, amely kokain, amfetamin és metamfetamin jelenlétét mutatta ki a szervezetében. A férfit kétszer is megállították a rendőrök az előző éjjel, majd a baleset éjjelén, és mindkétszer elengedték, annak ellenére, hogy kábítószert is találtak az autójában, amelynek nem volt érvényes gépjármű felelősség biztosítása.